Sziasztok, Joci vagyok, üdvözöllek a Gamer csatornámon. Remélem tetszett nektek ez a kis videó az 576 kb ról nagyon élveztem még az egész videó összerakását is. Kellemes nosztalgiával töltött el. Folytatjuk a 2000-es évek elfeledett játékai sorozatunkat, hiszen imádjátok továbbra is. Ha szereted a videóimat, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Egy ilyen pici csatornának, mint az enyém, nagyon nagy szüksége van a feliratkozásra. Ezzel nagyon-nagyon sokat tudsz támogatni. Évek, játékai. Mele. Yeah. Enjoy your trip. So I'm going. Lenny, take your mom to the hospital. If it's an emergency, take her now. And he's like, he's like, oh, don't worry about it. No, 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 no. She's up, she's asleep right now. What? Shiny Entertainmentről beszéltünk már a csatornán. Tudni illik róluk, hogy ők voltak azok, akik a legegyedibb és legfurcsább játékokkal örvendeztettek meg minket. A 2000-ben megjelen méziák sem volt épsét a galop. A történetben Isten megelégli, hogy a Földön a gonosz uralkodik. Megfertőzött mindent a romlottságával. Mielőtt teljesen újraindítaná a Földet, gondolta, leküld egy új messiást, Bobot. Bob kinézetre a cuk kis angyalka babatestel, szőke göndör hajjal és pici szárnyakkal. Bob nagyon nem akarta ezt a küldetést. Nem érdekelte az arkangyálá való kinevezés sem. De mit lehet tenni? Ha a főnök azt mondja, hogy menni kell, akkor nincs mese. A földön találja magát, ami leginkább egy elborult szárnyas fejvadász filmhez hasonlít, csak itt minden és minden kiromlott. Mivel Bob egy barok festményről származó pufi pelenkás angyalka nem sok esélye van a földön bárkivel szemben. Amint meglátják, elkezdenek rá lőni. Elfutni, elgurulni, fedezékbe futni tudunk, és minimálisan rövid ideig repülni is. A játék legérdekesebb része a megszállás. Bobbal meg kell szállnunk a különböző NPC karaktereket, Érdemes hátulról megszállni az áldozatot, mivel ha szemből próbálkozunk, akkor lát minket a delikvens, és vagy szitáválő vagy lepofoz minket magáról. Megszállható gazatestekből körülbelül 40 féle van a játékban. A megszállás a játék kulcsa. A megfelelő alakban tudunk haladni a történettel. Ácának használhatjuk, ajtókat nyithatunk, és megszállott testekben tudunk fegyvereket is használni. A játékmenet tökéletesen egyensúlyoz különböző stílusok között. Az akció dominál, viszont gondolkodni is kell, hogy kiket és hogyan érdemes megszállni. Kapcsolókat nyitogatunk, és akad benne platform rész is, bőven. A kamera kezelés is remek, sok játék vérzett el ezen a ponton. A Mézia esetében szó nincs erről. Remekül kivitelezték ezt a fejlesztők. A játék másik pozitív múva a mesterséges intelligencia. Nem ostobák az ellenfelek a játékban. Tényleg kihívást jelent a kicselezésük. A Mézia egy remek, szórakoztató játék. Aki szereti a morbid humort, annak mindenképpen érdemes kipróbálnia. A Mikroic egy nagyon érdekes stratégiai játékkal rukkolt elő a 2000-es évek elején. Berbard Werber a Hangyák Birodalma könyv alapján készített egy -e remek stratégiai játékot, amiben a hangyák mindennapi életét fogjuk menedzselni. A grafika csodálatos a játékban. Remek érzékkel alakították ki a fejlesztők ezt a mikrovilágot. A hangok terén is remekel a játék. Tökéletes erdei atmoszférát teremtettek. A játékos simán azt érzi, hogy egy nyugodt erdő közepén sétál. Az irányítás hasonlít a Majesty játékhoz. Nem közvetlenül mi irányítjuk az egységeinket. Mi szabályozzuk, hogy a kikelt hangyatoljásokból milyen feladatot ellátó polgár szülessen. Ha azt gondolnád, hogy a játék egyszerű, sajnos el kell, hogy keserítselek, mert nem az. Ahogy haladunk a játékban, egyre jobban nőnek az igények. Új helyeket kell találni, ahonnan élelmet tudunk gyűjteni. Túl sok a tojás, sok lesz a hulladék a bolyban, amit el kell szállítani. Állandóan támadnak minket más rovarok. Szóval akad feladat bőven. A játék nem könnyű, viszont azok, akik újfajta stratégiai kihívásokra vágynak, azoknak tökéletes. Nem lett belőle klasszikus, mégis egy szerethető alkotás az Empire of the Ants. A Blair Witch film meghatározó volt sokunk számára. 2000 végén érkezett belőle egy játék adaptáció, ami nem a film alapján készült, inkább a hangulatot ültette át. Nos, a játék valami fenomenális volt akkoriban. Elsőre azt hittük, hogy egy Nocturne klónnal van dolgunk, de hála égnek nincs erről szó. A játék hangulata a Resident Evil első részét idézi. A Spookhouse nyomozó iroda olyan esetekben nyomoz, ahol vélhetően sátáni erők ellen kell felvenni a kesztyűt. Az egészet egyébként az 1800-as évek végén hozták létre. Történetünk főszereplője egy hölgy, mégpedig Elspeth Holiday. Vele fogunk nyomozni egy kisvárosban, ahol a helyiek szerint valami gonosz sétál és elragadja az embereket. Természetesen a helyi rendőrség tehetetlen, így a város egy magát meg nem kívánni nevező ember felbérli az irodánkat, hogy segítsenek kinyomozni ezeket a különös eltűnéseket, amíg van élő ember. Ebben a játékban igen nagy szerepet kapott a történet. Ezpet magához veszi fegyvereit és az asztráltest detektorát, és indulhat a nyomozás. A játékmenetben minden fontos dolgot feljegyez a karakterünk, majd ezeket analizálva juthatunk el a játék végéhez. A grafikára nem lehet panaszunk. Ami a legjobban sikerült a játékban, azok a hangok. Remek kis horror kaland volt a Blair Witch Volume A filmek vagy a horror műfaj rajongóinak nagyon ajánlott kipróbálni. Gyerekkoromban rengeteg mesét néztünk reggelente. Volt egy, amit kifejezetten szerettem. Az űrdinkák. Öt kis szerencsétlen ufóról szólt, akik a földön rekedtek egy sajnálatos baleset miatt. A hajójuk lezuhanása után azon ügyködnek, hogy valahogy megjavítsák, és el tudjanak innen menni. Sajnos ez nem sikerül egyik napról a másikra. A baleset után két évvel járunk. Hőseink továbbra is a hajó javításával foglalkoznak, viszont közben sikerült valamennyire kényelembe helyezni is magukat a földön. Sajnos kilétükre rájöttek, egy gonosz tudós el akarja rabolni őket. Fel is bérel egy bérgyilkos, hogy szállítsa le neki az idegeneket. Miután hosszas küzdés árán sikerül a hajót megjavítani, végre bepakolnak hőseink a hosszú útra. Itt jelenik meg az említett bérgyilkos, aki meg is fagyasztja a négy barátot, és elszállítja őket. Az egyikük túlélte a támadást, mivel inkább a tévét nézte. Nos, innen indul a Space Invaders nevű fantasztikus kalandjáték. A grafikát én nagyon szerettem, teljesen háromdimenziós alkotásról van szó. A játék történetéért felelős írók is nagy névnek számítanak. Nekik köszönhetjük az elborult René Stimpy filmsorozatot is. A játék ezerrel szórja a jobbnál jobb poénokat, sokszor röhögtem fel hangosan alatta. A játék elején egy szereplőt irányítunk, később mind az öt szereplővel fogunk játszani. A játék kezelése kicsit nehézkes, meg kell sajnos szokni. A fejtörők nem nehezek, nem kell Monkey Island szintű fejtörőkre számítani. Aki emlékszik még erre a remek rajzfilmre és szereti a kalandjátékokat, azt tegyen vele egy próbát. Kellemes nosztalgia az egész játék azokról az időkből, amikor a mai 30 pluszos emberek pizsomában nézték reggelente a meséket. Köszönöm, hogy időt szentel a videóban. Ha tetszett, kérlek iratkozz fel a csatornámra, hagyj itt egy kommentet, Like lájkold a videómat, és írj egy hozzászólást, hogy neked ezek közül a játékok közül melyik tetszett a legjobban. Sziasztok!